Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. Itt van újra a Családőrzők című műsor. Köszönjük, hogy velünk vannak, és nagyon köszönöm szakértőinknek, vendégeinknek. Most a fiúval fogom kezdeni, lányok, hogyha megint kamaszkorról beszélünk, úgyhogy ez érdekes lesz majd. Tehát nagy szeretettel köszöntöm Tornyai Gábor atyát, mentálhigiénés szakembert. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Pap Csilla mediátort. Szeretettel köszöntök mindenkit. És Fekete Cseri Zsuzsannát, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetőjét. Szervusztok, sok szeretettel köszöntelek benneteket. Igen, kemény témában voltunk egy héttel ezelőtt, és ezt folytatni is kell, hiszen ez örök téma, a kamaszkorról beszéltünk. Próbáltuk meghatározni, hogy tulajdonképpen mettől meddig tart, de az kiderült, hogy változó. Egyébként mindjárt itt is volt a kérdés, csak nem volt már időm elmondani, hogy nem létezik, hogy a kamaszkor lefolyását befolyásolja az, hogy mikor házasodik és mikor jön az első gyermek. Ugye régebben korábban házasodtak, fiatalabban házasodtak a fiatalok, tehát már 21 néhány évesen, és többnyire jött is a baba, és amikor jött a baba, muszáj volt felnőtté válni. Most nem lehet, hogy azért van az, hogy 30 év fölött is lehet még kamasz valaki, mert hogy később is alapítanak családot? Lehet ez is, de lehet az okokozati összefüggés pont fordítva. Kitolódik a kamaszkor, és ezért alakítanak később családot. Tehát ez a... Tehát nem tudjuk, hogy mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás. Összefügg, az biztos. Ez egy folyamat, és ugye ez egy társadalmi változás eredménye, ahogy változtak a társadalmi elvárások, hogy az egész társadalom struktúrája, az egész életvezetés megváltozott. Ezt mindannyian látjuk, hogy egyrészt nagyon felgyorsult, nagyon-nagyon rugalmasnak kell lennünk, nagyon gyors irányváltásokkal tudjuk találni, jól csinálni az életünket, vagy próbálkozunk részt venni jól az életünkben, mint az élet nagy játékában. És valószínű, hogy ez a fajta gyorsaság, ez a fajta reziliens viselkedés, amit ez megkíván, nincs még meg attitűdként azokban a fiatal emberekben, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, még 18 év felett elvileg ugye nagykorú jogilag, de még nem felnőtt, mert hogy ugye mitől felnőtt a felnőtt? Attól, hogy felelősséget vállal a tetteiért, a gondolataiért, hogy képes az önálló életvezetésre, el és fent tudja magát tartani. Mi van még, segítsetek, hát ami még nagy a felelősségvállalás, ez volt az első, amit mondtam, igen. Így van. Tehát a cselekedetek és a gondolatokért. Na most, ha ilyen gyors tempóban növekszik és változik minden, és a gyermek ugye azt látja, hogy a szülei is csak kapkodják a fejüket, mert ezért valljuk be, hogy nagyon durva cikázás van. Tehát nagyon gyorsan kell alkalmazkodni, irányokat váltani, akkor valószínűsíthetőnek tartom én, mert én is sokat gondolkozom ezen, és elég sokat olvasok ez ügyben, hogy ez is hátráltathatja azt, hogy ők beérkezzenek érett emberként, úgymond a felnőtt korba. Ez hát, is benne lehet. Igen, ha meg már érettségről beszélünk, akkor ugye, hát azt sokan tudjátok rólam, hogy én olyan gyerekekkel dolgozom, akiknek éretlenségeik vannak egészen kicsi koruktól kezdve. És bizony-bizony kell dolgozzak felnőttekkel is, akik felnőttek, minden kompetenciájuk megvan, jogosítványa van, diplomája van, mindene megvan, csak éppen nem képes egy olyan önálló életvezetésre, ami őt sikeres emberré teszi, holott egy jó családból származik, jó szociológiai történeten vannak túl, tehát minden rendben van, csak az éretlenségeket görgette maga előtt, és ettől nem tudott Isten igazándiból felnőtté válni. Nagyon sok van. Most már van egy olyan 30-as, mondjuk egy 25-38 körüli közötti korosztályban rengeteg ilyen fiatal van, aki képtelen az önálló életvezetésre. Nem vált felnőtté. Például párkapcsolatban ugye támaszkodnak. Tehát nem azért kell pár, vagy nem azért akar párt, nem kell, mert nem kell pár. Tehát nem azért szeretne, vagy nem azért akar párt, vagy párkapcsolatot, mert ott ketten megélik a szerelmet, a szeretetet, a boldogságot, az örömöt, és azt, hogy együtt haladunk. Tehát nem azért, hanem hogy legyen kire támaszkodnom. Tehát, hogy ő egy félembernek érzi magát, ugye, akiknek ilyen deficitjeik vannak csúnyán megfogalmazva. Tehát, hogy látom én is, mert nálam is ugyanez a szitu, hogy jönnek a 20-as éveiktől felfelé, és nem is az van, hogy nem akarnak felelősséget vállalni a cselekedeteikért, a gondolataikért, vagy a kimondott szavaikért, hanem képtelen rá. Mert nincs meg az a rend benne, az a struktúra, az az értékrendszer, az a fajta valami, aminek meg kéne ahhoz lenni, hogy ez megvalósulhasson. Hát az a fajta minta, ami segíthet abban, hogy milyen irányba mozduljon, mert hogy
Szerintem, hogy valamelyik talán korábbi adásunkban beszélgethettünk erről, hogy ez a szülő minta mennyire van jelen most a gyerekek életében, vagy a felnőttségi minta mennyire van jelen a gyerekek életében. Ugye egy korábbi, talán azt mondom, hogy egy egyszerűbb társadalom, vagy társadalmi felépítés, amikor mindenkinek megvolt a szerepe, és megvolt, hogy ebben a szerepben hogy kell viselkedni, talán egyszerűbb, vagy könnyebb mintakövetés jelentetett a fiatalok számára, nyilván annak a korlátaival együtt, mint most, amikor gyakorlatilag hát egy ilyen nagy kínálat van, vagy egy ilyen piac van az emberség megélésében, hogy na ilyen is lehetsz, meg ilyen is lehetsz, meg ilyen is lehetsz, és ilyen is, és döntsd el. És ugye az is egy ilyen nagy kérdés mondjuk egy szülő-gyerek viszonyban, hogy a szülő milyen mintát mutat a gyereke számára, egyetem mutat-e valamilyen mintát a gyereke számára. Ugye van az elf, hogy legyenek keretek, korlátok a gyerek körül majd, és akkor majd ő is biztonságosabb lesz. Meg van az elf, amikor azt, hogy hagyjuk olyanná lenni, amilyen ugye ez a Volteri vissza a természethez, engedjük ki a gyermekből azt, ami van. És igazából mindegyik oldal mellett van érv is, meg ellenérv is, hogy jó vagy nem jó, így vagy így csinálni. Én magam inkább valószínűleg a konzervatívabb irányt követem, és megint én a pályaszíléről mondva mondom azt, hogy szerintem jobb, ha vannak korlátok, keretek, irányok, amikhez a gyerek akár lázadhat is, de mégiscsak van valami, amit meg tud fogni, mint az, hogyha ha ő szabadon az lehet, ami. És ugye azt gondolom, hogy a felnőtté válásban ez is egy kérdés tud lenni, hogy van-e valami megfogható, akár olyan, mint is, amit ugye az előbb mondta, hogy lázadok ellene, vagy pedig van egy ilyen sematikus világ körülött, amiben igazából nem tudok mit kezdeni, nem is tudom, hogy tulajdonképpen mi ellen lázadjak. És ott van az unalomnak a kísértése, ott van a nem tudom, mindenféle pótcselekvéseknek a kísértése, amik akár például, hogy egy picit ilyen aktuális legyek a ma világának, a jelen helyzetnek is a nehézségei tudnak lenni. Tehát ez a nem tudok elmenni, bulizni, nem tudok találkozni a barátaimmal, és otthon vagyok, és be vagyok zárva, és unatkozom, és tulajdonképpen mit fogok kezdeni magammal. Azért szerintem egy izgalmas dolog lenne, mondjuk, ha egy év múlva erről beszélgetnénk, amikor már túl leszünk mindenen, hogy de lehet, hogy még egy év múlva nem is látjuk ennek a hatását. Hogy mondjuk azok a kis kamaszok például, akik most nem tudnak úgy kinyílni, mert nem tud ugye elmenni edzésre, iskolába, buliba találkozni, a többiekkel bandázni, lazítani, akármicsoda, hogy ennek milyen hatása lesz mondjuk egy következő nemzedékben, amikor majd ők felnőnek, vagy amikor mondjuk újra szabad mindent csinálni. Itt is van a szülőnek egy hatalmas nagy felelőssége, hogy most mennyire fogja meg, és mennyire engedje ki. Ezt is nehéz eldönteni. Előttem is van egy olyan kép, ahol egy emberkét nagyon-nagyon szigorúan vettek a szülei kamaszkorában. Rettenetesen komolyan visszafogták, emellett még a sport is lekötötte. Menekült ebből az állapotból egy házasságba, arra számít, vagy onnantól kezdve majd, hogy akkor majd ő már saját lábára állhat, hiszen akkor már férje vagy felesége van. Menekült a házasságba, a házasság elromlott, 30 éves korában átment kamaszba, és úgy tombolt 30 évesen, mint egy 16 éves, de tényleg, mintha be akarta volna pótolni az egész gyerekkorát és fiatalságát. Most, hogy ez jó-e, vagy nem jó-e? Ez egy kérdés. Mindegy, hogy jó vagy nem jó. Nem lehet a következő szintre eljutni úgy, hogy az alatta lévő szintet nem építetted meg. Hogyha csak egy statikus építkezésre gondolsz, hogyha te egy tortát elkészítesz, nem lehet a tejszínhabbal kezdeni. Mindenképpen meg kell csinálni az alapot, rá kell rakni a krémet, szépen rétegenként, és ha kimarad egy réteg, hát az nem lesz olyan. Én ugye? Mondjuk kell kezdeni a tejszínhabbal, ha már fálasztok szívesen. Habatortád, igen. Beszélünk majd róla. Szóval, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. A személyiség érése az mindig az alatta lévő szinten nyugszik. Neked nem lesz nyugodt, békés öregkorod, ha nem élted meg a középkorúságnak azt az aspektusát, amitől azt mondod, hogy az sikeres volt. Ha ez kimarad, akkor az alatta lévő szint és az alatta lévő szint és az alatta lévő szint is mindig érintett. Tehát én azt szoktam mondani, hogy ha valamelyik szintet a gyerek nem jól éli meg, kimaradnak részek, nem fejlődi meg azokat, amiket meg kell fejlődni ott és akkor az a következő szinten fog jelentkezni, és a következő szinten fog zavart okozni. Tehát,
ha én felnőtté szeretnék lenni, de még nem voltam gyerek, honnan tudjam, hogy ki vagyok én? Nem voltam kamasz. Honnan tudjam, hogy mire vagyok képes? Honnan tudjam, hogy mit merek? Honnan tudjam, hogy mit vállalhatok? Honnan tudjam? Sose voltam részeg. Meg igyak egy egész üveggel, vagy csak egy kortyot? Igyak egyáltalán? Ne igyak egyáltalán? Tehát értitek? Amikor beleér az ember abba, ahogy neki kell dönteni, és neki kell választani, és ugyan anyuka, apuka elmondta, és millió példát hoztak, és láttuk a tévében, és mi? De nekem kell tudni, én rám hogyan hat, én hogy érzem magam ott, és akkor én mit tudok ebből a helyzetből kihozni. És egész életemben arra fogok visszaemlékezni, hogy milyen őrületeket csináltam kamaszkoromban, mert később már háromszor meggondolod, hogy csinálja, de mert akkor már férjed van, feleséged van, gyereked van, egyáltalán. És egyébként milyen jó visszaemlékezni, mert hát, amikor mondjuk 50 akárhány vagy 60 akárhány évesen az ember visszagondol, és van egy belső kuncogásod, hogy de jó, ha tud, igen, hogy de jó. Tehát tényleg egy ilyen belső saját magaddal lévő kis cinkos kuncogás, amit te tudsz, hogy megvolt neked, és hogy ez milyen jó, hogy akkor megvolt. Mert hogy most mire gondolnék vissza? Egyébként, amit mondasz, ezek az alapok tényleg nagyon fontos, tehát ugye ezek a sokat emlegetett pszichoszociális fejlődési szakaszok 0-tól 99 vagy 100 éves korig, tehát ugye 0-tól 1 éves korig van az orális szakasz, amikor a gyereknek az édesanyjára van szüksége, és itt tanulja meg az ősbizalmat. Na most, ha nem lesz ősbizalma, akkor, amit mondtál, és most nem akarom végigmondani az egész táblázatot, meg ezt az egész elméletet, akkor hogyan lép ugye abba a korba, amikor szobatisztaságnak kéne lenni, aztán a kisovodás, kisiskolás, stb. És a kamaszkorba. Tehát ha nincsenek meg, pontosan így van, akkor borul a dolog. Tehát nincsenek meg a téglák, a kövek. Most akkor nézzük a szülői oldalt, aki rettek, hogy mennyire engedje szabadon azt a gyereket, hogy próbálgassa magát. Tehát mondja azt, hogy jó, hát menjen el buliba, jó, így van a haverjaival, próbálja ki, hogy milyen ez, nincs ezzel semmi gond. Na de közben ott rettek, hogy mi van, ha nem áll meg a gyerek, mi van, ha itt siklik félre az élete, mert hogy az alkohol részévé válik az életének. Mi van, ha rossz társaságba keveredik, amikor elmegy. Tehát a szülő, mosolyog Gábor, hogyha nagyon cinkosan és aranyosan, a szülő szempontjából csupa rettegés. Az anyukának a gondolkodása, nem? Hát nem tudok apukáé gondolkodni. Meg az apukáé. Jó, lányáról van. Lánya van. Jó, az durvább szerintem. Tehát ugye, hogy így apukákat látok, hogy azért a lányos apukák, igen. Igen. Tehát én, aki ezt megérte, ugye én, nekem fiam van, tehát fiús anyuka vagyok, azért ez iszonyatosan nehéz. Nyilván nem akar egy anyuka sem a fiából kislányt nevelni, mert legyen férfi, legyenek saját döntései, egyebek, de közben csak ez az az időszak, amikor egy élet ki tud siklani. Sok helyen ki tud egy élet siklani, de én azt gondolom, hogy a szülő akkor bízhat meg a kamasz gyerekébe, hogyha az addig lévő időt jó kihasználták, és olyan élethelyzetekben engedte meg a gyereknek saját magát kipróbálni, és vitte bele olyan lehetőségekbe, ahol ő megadta neki mindazt, hogy a gyerek elegendő tapasztalattal menjen bele a kamaszkorba. Akkor már késő elkezdeni aggódni, akkor már nagyon késő elkezdeni tiltogatni, akkor már minden előkéstünk, ha az alatta lévő szinteket nem építettük fel. Tőlem is gyakran megkérdezik, hogy de hát mit gondoljak róla? Hát mondom, azt gondold róla, hogy nézd végig, hogy mit csináltál vele az elmúlt 10x évben. Ha megbízol abba, hogy te jó munkát végeztél, hogy te emberként úgy álltál mellette, ha te folyamatosan azt adtad neki, amit most szeretnél visszatükröződni, akkor nincs miért aggódnod. Mellesleg, és ez a legszörnyűbb mondat, mindig elmondom, hogy az élet potenciálisan életveszélyes. Nincs biztosíték. Senkinek, sehol, semmire. Se neked, se nekem, se neked. Aki idejött, az egyszer el fog menni. Ki előbb, ki később, ki így, ki úgy. Kétségtelen, hogy nem kell olyan helyzetekbe beleengedni magát a kamasz gyereknek sem, ami ugye millió ilyen példát hallunk, hogy brahiból és ilyen. Mi még csak azt próbáltuk ki, hogy blitzelünk a buszon, most azt próbálják ki, hogy a vonat előtt ugrálnak. Most értitek, hogy egyre több inger kell ahhoz, hogy ugyanazt megéljék a gyerekek. Igen, odáig, amíg elkíséred a kamaszkorig. A kamaszkorba kezdesz el kapkodni, mert rendetlen, mert ilyen, mert
Akkor valami az előző időszakokban félre sikerült, ezt ki kell, hogy mondjuk. Tehát amikor itt súlyos dolgok, súlyos problémák merülnek fel, akkor a szülő nem tud más, mint szembenéz saját magával, és azt mondja, hogy valamit nem jól csináltam, valami kimaradt. Mondjuk a jó hír az, hogy nem könnyű, de rendbe lehet tenni, hogyha ezt van egy tudatosság és egy szakmaiság mögötte. Abba segítsünk, hogy ezt helyre kell hozni, ha ezt helyre is lehet. Hát nyilván így távban nem tudunk most erre konkrét recepteket mondani, mert nincs is tuti recept, tehát ez mindenkinek egyéni. De azt viszont lehet tudni, hogy van egy ilyen helyzet, és azt mondom, hogy van egy szakember ismerősöm, valaki felhívom, tanácsot kérek. Tehát, hogy nagyon sok megoldás van, vagy beszélgetek ismerősökkel, akiknek sikerült, akik jól csinálták. És végig gondolom, mert ugye honnan tudja, hogy mit rontott el, mert nem tudja, mert ő azt tudta adni. Tehát ő lehet, hogy nem is tudja, hogy mi a jó. Vagy mi lett volna jó. Tehát nekem mindig mondják, hogy oké, elismerem, de honnan tudjam, hogy jól csináltam. Hát azt abból tudod, hogy a gyereked úton van, rendben van. Honnan tudjam, hogy rosszul csináltam? Abból tudod, hogy ezek vannak, amiket itt felsoroltunk az előbb. Tehát, hogy nagyon egyszerű a képlet, de mindenkire más recept, más partitúra, vagy más stratégia jó. Nyilván, tehát elengedni nem szabad. Tehát nem mondjuk azt, hogy elrontottam gyerekkorában, vagy kisebb korában, most már mindegy, veszett fejszényele. Veszünk másikat a boltba, lecseréljük a gyereket, Nyilván így nem működik. Láttam példákat, hogy szülők mivel próbálkoztak ilyenkor, aztán majd megmondjátok, hogy használható-e bármelyik. Láttam olyan szülőt, aki azt a módszert választotta, hogy megpróbálta barátjává válni a gyereknek, mivel látta, hogy már megmondani neki a tutit nem tudja, és arra gondolt, hogy ha barátjává válik, akkor legalább elmeséli, hogy mi megy keresztül, és akkor mégis valami tudja kísérni. Aztán láttam olyan példát, hogy szülő bekeményedett, és nagyon bekeményedett, ami hát nyilván elég sokat rontott a szülő és gyerek kapcsolaton, de a szülő így próbálta megfogni, tehát a folyamatos büntetés, a nem mér sehova, ismeritek azt a mondatot, azt úgy szeretem, hogy amíg az én házamba érsz. Vagy az én kenyeremet, igen, vagy az én házamba laksz, addig most, pont. Hát példák. Nekem az jutott, bocsánat, az jutott csak eszembe, hogy, és lehet, hogy ez se a tuti megoldás, inkább csak, ami így bennem mozog, hogy ilyenkor, amikor szoktam mondani, hogy azt a fajta talán biztonságot megadni a gyereknek, amit egy szülő még itt meg tud adni, már nem a pátyolgatással, hanem az, hogy jöhetsz. Bármi történik, bárhogy alakul, bármi, akkor is itt vagyok neked. És hogyha, mert hogy szóval szerintem ez a szintén való talán fejlődés lényegtanban mondják ezt, hogy good enough mother, hogy nincs tökéletes anya, csak a lehető legjobb. Tehát, hogy biztos, hogy elront valamit a szülő. Anya is, apa is. Nem fogja tudni tuti jól csinálni. De nem is baj. De hogy mégiscsak azt a fajta szülőséget szerintem, amikor már egy kamasz, vagy már egy fiatal felnőtt korba átlépő embernek, talán azt hiszem ezt jelentheti a legtöbbet, hogy van egy biztos hátterem. És szerintem, ha egy szülő ilyet tud biztosítani a gyerekének, és ilyen szempontból, ha egyszer csak így megvilágosodik, hogy ráébred arra, hogy fú, valamit eddig nem jól csináltam, és elkezd azon dolgozni, hogy ezt a fajta biztonságos háttér üzenetet tudja a gyereke felé közvetíteni, akkor azt hiszem, hogy talán ez az, ami egyfajta irány lehet, vagy segítség lehet abban, hogy ha megjavítani nem tudom, de legalább akkor előrelépve tudok valamiben segíteni, hogy ott tudok lenni mellette. Én abban nem hiszek, hogy szülő és a gyereke barátok. Azt nem hiszem el, de én azt gondolom, hogy nem is jó szeretne, nem is ez a feladata. A barát az a barát, a szülő meg a szülő. És amikor a szülő úgy kezd beszélni a gyerekével, mintha a barátja lenne, hogy megosztja a házasságukban levő nehézségeket, vagy nem tudom, kérdéseket, vagy éppen a fiatalnak az életébe kezd el válkálni, hogy akkor mesélj el, meg hogy van, meg akkor párkapcsolatod, meg na, akkor hogy van. Ha ő mesél róla, nagyon jó. De nem azért, mert hogy a barátom, nem azért, mert anya vagy apa, akiben megbízok. Én inkább ebbe hiszek. Igen, és itt a biztonság volt az egyik kulcsszomocs, tehát a biztonság, hogy tudja a gyerek, a másik a feltétel nélküli szeretet. Hát azt tudatnom, éreztetnem kell a gyerekkel, mert hogy figyelj, én szeretlek akkor is, ha ilyen vagy, és rám számíthatsz, és ha mondjuk valami félre siklott, akkor
számíthatsz rám abban, hogy rendbe tesszük, akár osztársaságba keveredett, vagy szerekhez nyúlt, bármi, tehát hogy érezze, tudja azt, hogy ott vagyok, és nem engedem el a kezét, számíthat rám. Ez egy nagyon fontos dolog, meg még egy eszembe jutott, bocsa, és mondhatod, hogy van egy nagyon szép NLP-s gyakorlat, és van egy olyan része ennek a gyakorlatnak, amikor elhangzik tőlem az a kérdés, amikor szülővel van krízise vagy problémája a gyereknek, és a felnőtt gyerekkel dolgozom, tehát ugye gyerek marad, de felnőtt, és megkérdezem, hogyha ő tudta volna, hogy ez milyen hatással lesz a te jövődre, akkor szerinted ezt akarta volna neked? És 99,5% nem a válasz. És ez annyira szép, amikor ugye azt mondja, hogy de ilyen volt, meg olyan, meg kikészített, meg ugye ventilálja, hogy mi mindent élt át kamaszként, gyerekként, és amikor azt mondja, hogy biztos, hogy nem. Tehát ezért ezt mindenki valahol ösztönszinten érzi, hogy az édesanyja és az édesapja legjobbat akarja, még ha nem is tud a legjobb lenni a szülőségben. Tehát, hogy ebből a megközelítésből is érdemes ezen elgondolkozni. Mindenféleképpen én is azt gondolom, egyetértek veled, hogy a tökéletességre való törekvés az, hát még a szőnyegszövésbe se biztos, hogy mindig össze fog jönni, hát még a gyereknevelésbe, tehát ez egy ilyen teljesen felesleges vállalkozás. És annak a gyereknek pont arra a szülőpárosra van szüksége, szoktam mondani, hova hozta a gólya. Tehát az egyáltalán nem véletlen, hogy ők úgy álltak össze. Az, hogy barátost meg barátnőt játszunk a gyerekkel, az egy óriási nagy öngól, és a rátetejében egy majdnem biztos komoly pszichózis felnőtt korába alkalmazra nézve. Ugyanis, ha a szülő a bizalmába úgy akarja engedni a gyereket, hogy a saját maga dolgait testálja rá a gyerekre, és adja oda a gyereknek ezeket az információkat, akkor eltűnt a gyerek státuszvédelme. Tehát akkor ő már nem gyerek, hanem felnőtt. Na de a kamasz, az nem felnőtt. Tehát eleve egy olyan helyzetet teremtek, amit csak balul sülhet el. Nagyon-nagyon komoly felnőttkori drámák, és nagyon-nagyon sok-sok terapeuta óra fogja ezt később rendbehozni. Tehát ezt semmi szín alatt nem, semmilyen korban sem nem játszunk egyenrangú helyzetet. A gyereknevelésben nincs demokrácia. Tehát azt nem lehet, az egyszerűen nem tűri el, ott nincs jó eredmény, nem lehet ezt mindenféleképpen a felnőtt, ő a felnőtt, mert ő tudja a kereteket, nála van az erő, ő tudja meghatározni, hogy merre van az előre. Ha pici korától ebbe beleépült a gyerek, és neki ez a természetes, akkor amikor kikerül a nagyvilágba, és már nincs ott az anya meg az apu, de ő interiorizálta ezt az egész rendszert, akkor neki belső elvárási rendszere lesz az, hogy a kereteket megtartsa. És ez segít neki felnőtté válni. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos folyamat része. Ez csak úgy lehet, hogy én szülőként megbízok benned. És tudom, hogy képes vagy rá, de ezt már odadom annak az egyévesnek is, aki járni tanul, odadom az iskolásnak is, akinek házi feladata van, és odadom a kiskamasznak is, akinek nehézségei vannak. De ettől még jöhet, és elmesélheti azt, hogy milyen szörnyű. Katasztrófa, világvége. És még valami. Nagyon gyakran látjuk, hogy a kamaszok mellett van egy már-már egészen komoly felnőtt, akiben sokkal jobban megbízik, mint az anyjába, meg az apjába. Tehát ez egy ilyen olyan szerep a kamaszok mellett, amire én azt gondolom, hogy mindenkinek szüksége van. Ikonikus lehet ez az alak, ez a felnőtt, ez lehet egy karizmatikus személyiség, ez lehet egy példakép valamilyen formátumban, valamilyen módon. Sportolóknál nagyon gyakran látjuk, hogy egy jóval idősebb sportolóhoz fog orientálódni. Vagy akár az edző. Vagy akár az edző lehet. Hogy bárki, ez pontosan így van. Tehát ez egy nagyon fontos, és ilyenkor kell a szülőnek azt mondani, hogy valóban ő most már maga határozza meg azt, hogy kihez fog kötődni, és kihez fog kapcsolódni, és nem én vagyok az, aki megmondom, hogy oda mehetsz, meg oda nem mehetsz, meg ezt csinálhatod, meg nem csinálhatod. Nekem is meg kell tanulni, hogy elengedjem. Hát ugye szárnyakat. Nagyon meg kell tanulni. Gyökereket és szárnyakat. Köszönöm nektek a beszélgetést, és mivel túl vagyunk advent harmadik vasárnapján, most is arra kérem a hölgyeket, hogy Tornyai Gábor atya, hagy mondja el adventi gondolatait. Bár itt most mind a három gyertyánk fehér, de klasszikus módon a harmadik gyertya az rózsaszín. És a rózsaszín nagyon ritkán használjuk az egyházi életében, összesen két vasárnap, két hétvégén, ilyenkor advent harmadik vasárnapján, illetve nagybőjtben a negyedik vasárnapon. És mind a két alkalommal a bőjti időn belül a,
a megtartóztatáson belül az örömre fordítjuk a figyelmünket. Kicsit így rózsaszínbe öltöztetjük a litúriát, és azt gondolom, hogy így az ünnepre készülve talán ezt is érdemes úgy felfedezni az életünkben. Ugye az előző vasárnap vagy az előző héten mondtam, hogy milyen fontos az, hogy megtaláljuk azt, hogy kik vannak körülöttünk, hogy nem csak egyedül vagyunk, hanem vannak körülöttünk, és hogy annak az örömét is megtalálni, hogy egyrészt az együttlétből fakadó örömünk, hogy azok az emberek, akik körülöttünk vannak, családtagok, barátok, ismerősök, példaképek, bárki, aki fontos tud lenni számunkra, az mivel tud megajándékozni bennünket, illetve mi mivel tudjuk őket megajándékozni, meg úgy általában a hétköznapok apró örömeit megtalálni. És azt hiszem, hogy ez különösen is fontos tud lenni, mert ez tud igazán fényt adni, kis világosságot hozni az életünkben. Úgyhogy én igazából ezt kívánom mindenkinek, hogy ezeket a napi apró örömöket föl tudja fedezni. Köszönjük szépen, és köszönöm Fekete Cseri Zsuzsannának, Pap Csillának és Tolnyai Gábor atyának, hogy itt voltak velünk. Kedves nézőink, Családőrzők című műsorunkat látták ezzel az összeállítással, egy egészen más beszélgetéssel, egy kicsit karácsonyi beszélgetéssel. Legközelebb egy hét múlva, azaz december 23-án jelentkezünk.